pedagógus, népművelő, néptáncoktató. Több mint 10 évig állt a Kartali Művelődési Ház élén, és szervezte a nagyközség kulturális életét. Jelenleg is az elismert, sikeres Kartali Asszonykórus művészeti vezetője. A mai ismeretlen ismerős Walter Menyhértné. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Bevallom őszintén, hogy mikor megláttam az ön életrajzában, hogy hány éves, nem hittem el. Én sokkal fiatalabbnak gondoltam. De valahogy azt gondolom, hogy talán aki, hát egyrészt ez valószínűleg genetikai adottság, de talán aki a társadalom és a családja számára hasznos, az később öregszik. Mit gondol ön erről, mi a fiatalság a titka? Hát valóban, mióta én elkezdtem dolgozni, én nem tudok nyugodtan maradni, hanem mindig valami szervezésbe, valami munkába, valami hasznos időtöltésbe veszek részt, és lehet, hogy ez nyomta rá a bélyegét arra, hogy nem vagyok olyan öreges, mint amilyen hát az életkorom. Akkor kezdjük az elején. Versegen született, ugye onnan származik. Igen. Milyen családban? Egyszerű paraszt szüleim voltak, az apukám végzett mezőgazdasági iskolát, ő tanult, ő ezért is dolgozott állami gazdaságba és termelőszövetkezet vezetőjeként. 10 éves koromig ott éltem, és hát, ahogy mondtam, hogy édesapámat Bács megyébe elhelyezték, a Hosszúhegyi Állami Gazdaságnak az igazgatójának, és Bács-Borsódra mentünk lakni. Ott végeztem a 8. Onnan pedig bementem Bajára, középiskolába, majd a tanítóképzőt is természetesen ott végeztem. Én a bajai tanítóképzőre és a középiskolára úgy emlékszem vissza, hogy én csak köszönetet mondhatok a tanáraimnak. Mert olyan tanárok voltak, mint Lukin László, aki zenét tanított, éneket tanított számunkra. Vönöcki Géza bácsi, aki a Moszkvai Balsó Színháznak a karnagya volt, nagy tudással rendelkezett. De elmondhatnám a többiről is. Kriksz tanár úrról, aki a matematikai tudományoknak a legmagasabb fokára próbált bennünket tanítani. És nagyon jól éreztem magam az iskolákban ott. Egészen 1962-ig ott Bács megyében laktunk. És egy pillanatra térjünk vissza arra, hogy milyen volt 10 évesen elkerülni a szülőfalujából, egy megszokott környezetből, egy teljesen más településre, teljesen más környezetbe. Hát az első év nagyon nehéz volt az iskolába, 5. kezdtem ott, Bács megyébe. És mivel ugye a Palóc földhöz tartozik Verseg is, tájszólással beszéltem. Az AO kiejtés, hát az iskolába kinevettek, mert hát én nem olyan szépen beszéltem, mint a bácsmegyeiek, és hát sokszor ebből volt nekem problémám. De valahogy végül megszoktam azt a beszédet, a gyerekek is úgy látszik, hogy megkedveltek, mert nagyon sok barátom lett, és hát nagyon sokszor mentem velük játszani, mentem velük hozzájuk, meghívtak, és azt szeretném elmondani, hogy a bácsmegyei emberek, azok nagyon szeretett, reméltó emberek, és ők is adnak szeretetet, de el is várnak. És én nagyon jól éreztem magam akkor, gyerekkoromban. Vannak még barátai abból az időből? Vannak. Vagy van, aki tartja a kapcsolatot? Igen. Hát nagyon sok pedagógussal tartjuk a kapcsolatot, hiszen ott kezdtem az életpályámat. A Tanyasi iskolába, Csalapusztán, oda kerültem először, és mindjárt bedobtak a mély vízbe, mert 1-3 osztályt kaptam,
Tehát akkor még a tanyasi iskolákban ez a Melnyikov rendszer volt, ahol összevont osztályok, de hát a létszám meg is kívánta azt, hogy összevonják a létszámot. És hát őket ott tanítottam, és a kollégákkal tartom a kapcsolatot. Ők is már nyugdíjban vannak, van, aki már meghalt. Sőt, olyan családokkal is, akiknek a gyerekeit tanítottam. És a mai nap is, ha lemegyünk Bács megyébe, mert mivel a férjem odavaló, és a rokonság ott lakik Császártöltésen, így természetesen, hogy tudom a kapcsolatot tartani a családokkal, a régi ismerősökkel, sőt a tanítványaimmal is. Nincs is olyan messze az egyik tanítványom, Dányba orvos, dr. Tegze Mária, aki az életem első osztályába járt, és hát most volt nem olyan régen kiállítása a művelődési házba tavaly, amit a régió televízió is vett, és hát büszke vagyok rájuk. És olyan sok ügyes gyerek került ki onnan a tanyasi iskolából is, akik olyan helyekre elmentek, például gyárigazgató, biológus, főiskolai tanár lett, akikre büszke vagyok, és tartom velük a kapcsolatot. És joggal, mert az első pár év a gyerekek számára az iskolában az nagyon meghatározó. Ezek szerint megkapták azt az alapot öntől, amire szükségük volt. Hát nagyon jó kollégáim voltak, hárman tanítottunk ott abba az iskolába, amikor kikerültünk, és mind miniszteri dicsérettel ment nyugdíjba. És hát büszke vagyok arra, hogy ott kezdtem, mert ott mindjárt a mély vízbe megtanultuk azt, hogy mit kell csinálni. Utána nagyon jó dolgom volt, mert bekerültem a központi iskolába, ott egy osztályt kaptam, első osztályt életemben, ott 41 gyereket oktattam. A központi iskola, bocsánat, az azt jelenti, hogy nem a tanyasiak jártak oda, hanem igen, a falusi gyerekek. Tehát volt tanyasi iskola, uh-huh, és volt a központi iskola, ahová a falusi gyerekek, uh-huh, jártak. Elég sok gyerek járt, körülbelül 1200 gyerek volt abban az iskolában. Több osztály volt egy-egy osztályból, például első osztályból is 3 osztály volt, és mind nagy létszámú. Ez a helység, ahová kerültem Császártöltésre, ez Sváb község. És mivel engem mindig vonzott a népművelés, a népzene, a néptánc, rögtön elkezdtem sváb népdalokat, sváb táncokat tanítani, amivel sikereket értünk el. De hát ezt önnek is tanulni kellett. Mert hogy igen, elmentem ilyen tanfolyamokra, uh-huh, elküldtek tanfolyamra. Volt, amikor táborba, volt, amikor ilyen bejárós Kecskemétre kellett elmenni, és hát még akkor nagyon kevés tudásom volt a néptánc, a népzene területén. Ön nem táncolt? Volt egy tánccsoport, megalakítottuk a művelődési házba, Császártöltésen a tánccsoportot. De még korábban gondoltam, hogy gyerekkorában. Gyerekkoromban nem. Gyerekkoromban nem, hanem középiskolás koromban a 3. Béla gimnáziumban ott táncoltunk, de hát nem volt egy olyan nagyon erős oktatónk, úgyhogy de azért felléptünk bizonyos ünnepségeken. Itt Császártöltésen, itt nagyon sok fiatalt be tudtam vonni. Azon kívül volt egy színjátszókörünk, a Kecskeméti Katona József Színház rendezője volt az oktatónk és a rendezőnk. Hát attól is rengeteget tanultunk, népszínműveket, különböző zenés darabokat, sőt irodalmi színpadunk is volt, amivel országos versenyt nyertünk. Annyi pénzt nyertünk, hogy a művelődési házba a bútorzatot ki tudtuk cserélni. Tehát hasznosak is voltunk.
császártöltésen nagyon szerettem lenni. Nagyon kedves emberek voltak. Az alföldi ember más, mint az észak-magyarországi emberek. Lehet, hogy a Budapest közelsége változtatja meg a Pest közelibe élő embereket, de az alföldi emberek, főleg a svábok, nagyon összetartók. Lehet, hogy a problémák hozták őket annyira össze is, és hogy tisztelik, becsülik, és szeretik a másikat. A kitelepítés idején volt, amikor elvettek mindenüket, ott kellett hagyni a házukat, az állatokat 5 kilós csomaggal bevagonérozták őket, és kitelepítették Magdeburg környékére. És talán ezek a problémák, ezek is okozták azt, hogy ők jobban összetartottak. És császártöltésnek nem csak az első élményeit köszönheti tanítás teré, hanem a férjét is. A férjem igen császártöltési. Ő is tanítóképzőbe végzett, és utána pedig a Nyíregyházi tanárképzőn szerzett diplomát. Igen, császártöltésnek köszönhetem, meg annak a fiatal körnek, amiben együtt jártunk. Hiszen ő is részt vett a különböző kulturális rendezvényeken, és hát összemelegettünk. Elég sokáig udvarolt, egy évig voltam a menyasszonya, már szinte nem is hitték, hogy én leszek a feleségem, mert hát ugye egy év az a hosszú idő, és de hát végül úgy sikerült, hogy azóta is ő a férjem, és hát együtt tanítottunk császártöltésen a benti iskolába, majd 1962-ben egy nagy vonat szerencsétlenség volt a Szódon, ahol az öcsémet elvesztettük. Tudnilik közben édesapámat hazahívta a saját faluja a termelő szövetkezet élére, hiszen nagyon jó szakember volt, és hát tudta a falu, hogy neki szüksége van rá, így hazajött Versegre, mi megmaradtunk, hiszen én férhez mentem, és hát ott tanítottam. És a szódi balesetben az öcsém ott meghalt, 18 éves korában, akkor érettségizett kitűnőjén a Kalocsai gimnáziumba, a Svétek kollégiumba volt, aki szintén nemzetközileg is elismert pedagógus, pedagógia terén, és hát őt felvették a Műszaki Egyetem elektromérnöki karára, és ment volna be szeptember 2-án 62-be az egyetemre, és két vonat ment át jelzés nélkül a szódi állomáson, és többen haltak meg hatan, és közte az én öcsém is. Az egyetemre is úgy vették fel, hogy országos tanulmányi eredménye, vagyis versenyt matematikából és fizikából megnyerte, és felvételi nélkül vették fel. Hát ez a családra nagyon rányomta a bélyegét, nagyon sokáig gyászoltuk. Sajnos apukám is idegösszeroppanást kapott, anyukám is, és hát a betegsége sajnos 57 éves korában szívinfarktust kapott, és a nagy munka, a hajszolás. Tudnélik, ő sohasem elégedett meg a minimummal, hanem mindig a maximumot akarta magának. Az anyukám az otthon volt háztartásbeli, és ott nem tudott menni el dolgozni sehová, mert egy dankóros húgom az maradt, akit neki ápolni kellett. Ugye a húga az 50-es években született. Igen. És hát akkor még nem ismerték, vagy nem tudtak sokat erről a betegségről. Igen, állítólag anyukám rubeolás volt, amit akkor még az orvosok nem tulajdonítottak neki olyan nagy problémát. És utólag a tudomány hozta ezt, hogy hát a rubeolás anyuka
születendő gyerekének valamilyen problémája lesz. Valamilyen károsodás. Károsodás. Hát így az én húgomnak is, hát dankóros lett. 8 éves koráig nem tudott menni, se beszélni, a mai napig nem tud beszélni, csecsemő szavakat használ. Édesanyám nevelte továbbra is, de ő is meghalt, így én lettem a gyámja, és nálunk lakik. Hát sajnos ápolásra szorul, szerencsém, hogy a férjem nagyon sokat besegít. Még egy pillanatra térjünk vissza arra, én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy amikor megszületett a húga sérülten, akkor ön gyerekként ezt hogyan élte meg? Ez mennyire volt természetesnek tekintendő az ön számára? Hát furcsa volt, amikor megszületett, mert már az arcán, a tekintetén, már mint gyerek szemmel is észrevettem, hogy valami nincs rendben. De hát ugye egy gyerek azért az nem foglalkozik annyira ezzel. Viszont tudtam, hogy édesanyám az nagyon idegileg oda volt, hogy hogy én voltam ugye az első szülött, és hát mindenféle szempontból én egészséges voltam, úgy szellemileg, mint fizikailag, és hát a húgom pedig hát nem. És végül hát jött a harmadik a szülés, az öcsém, aki meghalt, ő pedig egy kiváló szellemi tudással rendelkezett. Már az első osztályba, ő hát úgy ment az első osztályba, hogy már tudott olvasni, apukám megtanította. Szinte unalmas volt neki már az első osztály, mert hát ő már mindent tudott azt, amit akkor már a gyerekek tanultak. Na akkor valahol ott hagytuk abba a történetet, hogy ugye az öccse halála miatt önöknek is vissza kellett költözni Versegre. Így van, hogy a szüleim mellett legyünk, mert nagyon betegek lettek a szüleim. Visszaköltöztünk, így a férjemet itt Versegen igazgatóvá megválasztotta a tantestület és akkori tanács, még akkor tanács volt. Én pedig oda kerültem szintén tanítani. Ott kaptunk egy szolgálati lakást, és hát mint a vénámba, hogy már benne volt a népművelés, meg a tánc, az ének, a zene, ott is megalakítottam egy színjátszókört, szintén tanultunk népszínművektől kezdve a különböző zenés darabokig. Ez felnőtt színjátszókör? Felnőtt színjátszó. Hát én tudtam ugye zongorázni, egy zongora volt, én voltam az egyik szereplő, de a zongora kísérő, tehát a zenész, és valahogy úgy össze tudtuk hozni, és hát ennek nagy sikere volt, mert egy falusi, kis faluba, hát amikor vannak előadások, hát hová menjenek az emberek a kocsmán kívül, hát oda jöttek a kultúrházba. Megalakítottam a táncsoportot, amiket én tudtam, hát ugye sváb táncokkal foglalkoztam addig, még oda nem kerültem, beiratkoztam iskolába. És elvégeztem egy 3 éves néptáncoktatóit és népzeneoktatóit. Így van meg ebből a diplomám és működési engedélyem. Na most, amikor elvégeztem, akkor megalakítottam az iskolásoknak is, a felnőtteknek is a táncsoportot. Hát egy kis élet lett a művelődési házba. Ezért kaptam is miniszteri dicséretet. Úgyhogy elismerést a környezetbe is kaptam, magától a falu lakosaitól, de hát ilyen nagy elismerésbe is részesültem. Emellett tanított is, igaz? Ez mellett tanítottam. Felső tagozatba tettek éneket tanítani, mivel hát elvégeztem ezt az énekszakot, és matematikát is tanítottam, mert hát én inkább először a reál tárgyakat szerettem, a középiskolában is abból voltam jó, és végül pedig technikát a férjemmel párhuzamosan, mert akkor még a technika úgy volt, hogy külön voltak a lányok, külön a fiúk, a fiúk azok fúrtak, faragtak, szereltek, a lányok pedig háztartási gyakorlatokat. Tavasszal pedig egy kertet műveltünk meg, a technika kertet, aminek a termését a napközi otthonnak adtuk.
És elég szépen termett, a gyerekek is nagyon szerették ezeket a tantárgyakat. Sőt, amikor utolsó években volt olyan fiú, aki azt mondta, hogy ő a lánycsoportba akar jönni, mert ő meg akar tanulni varni, meg főzni, mert sütöttünk, főztünk, varrógépen vartunk, szaptunk, vartunk, dísztárgyakat készítettünk. Tehát ami tulajdonképpen a tanmenetben elő volt írva. Azután éneket, amikor tanítottam, a minisztérium megbízott egy kísérleti anyaggal, egy tanmenetet kellett készítenem, amiben be kellett dolgozni a népzene, az észak-magyarországi népzenét. Na, itt kezdődött még jobban az elmélyülés abban, hogy én a népzenével foglalkoztam. Közvetlenül a minisztériumból jártak ki ellenőrizni, és arra büszke voltam, hogy felméréseket végeztem. Nem én végeztem, bocsánat, hanem végeztek az osztályokba, és 65-70%-os volt a gyerekek tudása. Ez pedig egy kis faluba, ez kitűnő teljesítmény. Így van. És büszke voltam, amikor megjelent a szakmai lapokba, hogy Versegen a kisiskolába, hát olyan énektanításban, úgy ismerik a gyerekek a szolfést, úgy tudnak ott át olvasni, mint a városi iskolába, a zeneiskolákba. És hát ez nekem egy nagy elismerés volt. Hát hogyne, persze. Versegről hova vezetett az útja? Versegen 32 évet tanítottam. Az nem kevés. Így van. És nagyon szerettem ott lenni, nagyon jó kollégák voltak. Szinte egy család voltunk, az ünnepeket közösen ünnepeltük, a névnapokat, a születésnapokat, és a mai napig is összetartunk a régiek, de sajnos nyugdíjba mentek, szétpröccsentek, családi problémák miatt elköltöztek, de azért tartjuk még a kapcsolatot. És hát itt Versegen nagyon jól éreztem 32 évig. Utána lett egy nagy balesetem, munkahelyi baleset volt. Mi történt? Mentem az iskolába, és így január tájékán ónos eső esett. És vagy 10 lemez a hónom alatt volt, másik hónom alatt a könyveim, amit mindig cserélgettem, mert mindig többet akartam a gyerekeknek adni, mint ami a tanterv. És mindig vittem a népzenei felvételeket, a komoly zenei felvételeket. Hát rengeteg olyan, hát igaz, bakelit lemezek voltak, akkor még nem volt CD, meg nem volt DVD, hogy le tudjam játszani a gyerekeknek, de volt lemezjátszó az iskolába, és mindig vittem, és hát nem néztem ugye a lábam alá, hogy hová lépek, és ahogy be akartam az iskola kapun lépni, ott egy betonoszlop volt, eldülve, megcsúsztam rá, estem is, a gerincem eltört, és a karom is. Hát egy évig voltam sebészeten, be voltam gipszelve, mozogni nem tudtam, és, de hát ezt se használtam úgy, hogy csak ott legyek a kórházba. Hát akkor gyűjtöttem a népdalokat, keresgettem, utána néztem, olvasgattam, és hát kellett is, mert még akkor a harmadévet el kellett végeznem, és nagyon szigorú tanáraink voltak. Úgyhogy 32 év után felfigyeltem, jöttek át Kartalról, hogy menjek az asszonykórust oktatni, mert a Mackó Mari elment akkor. Ő volt az elődöm, aki előtt én mai napig is leveszem a kalapomat, mert olyan tudással rendelkezik, a népzene terén a gyönyörű hangjával még hozzá párosul, a gyönyörű hangja a népzene tudásához. És hát ez a kórus jött, hogy menjek át, hiszen tudják, hogy én ezzel foglalkoztam, meg ilyen végzettségem van. Közben a művelődési ház vezetője is elment a fiúnevelő intézetbe dolgozni,
és meghirdették, pályázatot hirdetett az akkori önkormányzat. Én megpályáztam, egy tervet készítettem, és hát a célokat, feladatokat megjelöltem benne, hogy mi az én célom a művelődési ház vezetésével, és hát a fő profilunknak a népművészetet jelöltem meg, és minden téren, minden szakkör keretében valahogy becsempésztük a népművészetet. És hát így jöttem el Belsegről, megnyertem a pályázatot, és hát Kartalon 15 évben. Akkor már nem tanított versenyen? Akkor már nem, mert közben én betegállományban is voltam, de akkor már lábadozó félben voltam, úgyhogy már akkor nem voltam gipszbe, kontrollra kellett visszamenni a kórházba, ellenőrzésre. Hát a mai napig is a jobb karomba 30 centis platina lemez van, 10 csavarral rögzítve, úgyhogy drága. Elég drága emberke vagyok, de hát sajnos benne van, mert ki kellene szedetni, de nem bánt, és már nekem elegem volt a kórházból, úgyhogy nem akarok még amerikai útra kellene menni, kiszedetni, de hát szeretném így az életemet leírni. Uh-huh. Ha nem fáj, akkor nincs semmi probléma. Igen, akkor maradhat. Na és akkor oda került Kartalra a művelődési ház élére. És akkor hát ott, mint művelődési ház vezetőjeként dolgoztam 15 évet. Foglalkoztam néptánccal, népi játékkal, és természetesen az asszonykórussal. Volt egy kisasszony kórusom, ez középiskolások és felsőtagozatos lányokból állt. A minik azok pedig óvodásokból és alsótagozatos kisiskolásokból. Aztán megalakítottam a Menyecske kórust. Ezt olyan céllal alakítottam meg, hogy majd az asszonykórust fiatalítom. Uh-huh. Igen ám, de amikor elmentünk versenyre, a nagy szakemberek, mint például Olsvai tanár úr, a Tudományos Akadémia egyik népzene kutatója, ő azt mondta, Margó, vigyázzon, mert elrontja az asszonyok hangszínét. Más a fiataloknak a hangszíne, az asszonyoknak érces, erős hangjuk van, és nem biztos, hogy a vékony, magas hang, ez jót tesz. Tehát szakmai tanácsokat kaptam, és így hát külön váltunk, vagyis hát külön alakítottam meg a Menyecske kórust. Majd működött ott egy citera kórus, vagy egy citera zenekar, Deák István vezetésével, és hát örültem, hogy a két fiatal csoport ugye egymásra talált, és akkor így alakult ki a Ne felejts népzenei együttes, és akkor ők citerával énekeltek, és mind fiatalok vannak, és így az öregek maradtak egybe, és külön volt még kisasszonykórusom, akikkel szintén aranyérmet nyertünk, nem is nyertünk más elismerést. Asszonyokkal pedig hát a legmagasabb kitüntetéseket kaptuk meg. Mint például? Aranypába díjat 4 alkalommal, aranypába nagy díjat 2 alkalommal, kiváló kórust 2 alkalommal, és az egyikre nagyon büszke vagyok, mert a Zeneakadémián Kodály Zoltán feleségének jelenlétébe Pécel is arolta, és a fia is ott volt, amikor megkaptuk a kiváló kórus kitüntetést. Egyedül az országba kaptuk akkor meg. Hát nagyon büszkék voltunk. Mind olyan emberek kapták akkor a kitüntetéseket, mint Lisztdíjas karnagyok, kiváló kórusok, például a Kecskeméti Kodály Intézetnek a kórusa. Hát erre büszkék vagyunk. Hát kartaliak is elkísértek természetes, meg az asszonyok is ott voltak, jelen voltak. És hát soha nem tudtam volna elképzelni, hogy én a Zeneakadémia színpadára felkerülök, és olyan emberekkel, akik hát álmodni sem mertem volna, hogy egy pódiumon leszek velük. És ezekre a sikerekre büszkék vagyunk. Hát, okkal. Nagyon sok felé hívtak szerepelni, nagyon sokat jártunk külföldre.
a legnagyobb élményt nyújtotta, amikor Olaszországban voltunk, Padovába, a Székesegyházba, Szent Antal Székesegyházba adtunk egy hangversenyt egyháznépi énekekből. Több százan voltak benne a templomba, és hát amikor befejeztük, éjjeneztek, a gyönyörű kartali viseletet fényképezték. Aztán élmény volt Szent Márk téren, amikor Szent Márk ünnepén voltunk kin, és több színpad fel volt állítva, és az egyik színpadon mi is felléptünk, ahol a szökőkút van. És hát csak mikor elkezdtünk énekelni, meg hát abban a gyönyörű kartali viseletbe az asszonyaim felöltöztek, és csődült oda a közönség, mert az érces hangjukra, a szép hangjukra, a szép dalaikra, meg a szép népviseletükre kíváncsi volt mindenki. Hát az asszonyaim is élvezték. De élvezték azt is, amikor a Dózse palotába bevittem őket, és a gyönyörű képeket meglátták, és soha nem gondoltam volna, hogy ez egyszerű paraszt asszonyok is. Ennyire értékelni tudják a kultúrát, a festményeket, a gyönyörű, esztétikus látványnak, tudják az idejüket, a szeretetüket, a tiszteletüket szentelni. Olyan jó hallani, hogy úgy beszél róluk, hogy az asszonyaim. Olyan kedvesség, olyan báj van benne, a szeretet. Gondolom, ez a szeretet oda-vissza működik. Természetes. És csak így működik. Mi olyanok vagyunk, mint a testvérek. Ők kiállnak értem, de én is ő értük. És tisztelik azt, hogy sok helyre elvittem őket. Megteremtettem azt a helyzetet, hogy kilépjenek. És hát valóban nagyon sok helyen jártunk. Jártunk Erdélybe, székely udvarhelyiekkel, az ottani egyik éneklő csoporttal nagyon szoros kapcsolatot építettünk, és többször voltunk kint szerepelni. Erdélynek Zegzugát szinte bejártuk. Voltunk Parajdon, a Sóbányába, akkor Kárpátalján voltunk, ott is bejártuk Kárpátalja Zegzugát. Hát ott volt Pál Lajossal együtt ez a bizonyos tábor. Akkor a Szlovákiából, Padánnyal, Dunaszerdahelyjel nagyon szoros kapcsolatunk van. Most voltunk kint másfél hónapja szerepelni, és a Pozsonyi Rádió Televízió közvetíti rendszeresen a éneklésünket. Nagyon, Méri Margitka a Pozsonyi Rádiónak és a televíziónak a zenei osztályának a vezetője, hát ő nekünk egy nagyon jó barátunk, és hát ő nagyon szeret bennünket, és volt most Kartalon is, amikor volt a népzenei találkozónk. És nagyon sok felé elmentünk, és az asszonyok ezt értékelik. Nagyon sok versenyen vettünk részt, és hát nem csak egyedül mi vittük el a pálmát, a Galga Hévíziek is, a Hévízgyörgyiek is. Tehát tulajdonképpen a Galga Mente csoportjai mindenhol sikert aratnak. Így az én asszonyaim is, mivel mi is úgy érezzük, hogy a Galga Mentéhez tartozunk. A névnapokat, születésnapokat együtt tartjuk. Mindig megtartjuk azokat a kis beszélgetéseket, ahol bújukat, bánatukat el tudják mondani. És ez az embereknek nagyon sokat tesz. Ebbe a zord világba, amikor egymáshoz közvetlenek vagyunk, és egymást szeretjük, tiszteljük, ez nagyon sokat jelent. Számomra nagyon sokat jelent most is, hogy eljöttem a művelődési házból. Mert visszajárok, így tudok mindent, ők a szócsöveim, és találkozik velük. És találkozok velük. Most decemberre jött el a művelődési házból, ugye, illetve tavaly decemberben. Igen, 2011. december 30-ával közös megegyezéssel jöttem el. Lehet, hogy örültek neki, hogy eljöttem. Van, aki nem. És hát
Én úgy gondoltam, hogy elég öreg vagyok már ahhoz, hogy pihenni is kell egy kicsit, annak ellenére, hogy hiányzik a népművelés. De hát most a versegen is bekapcsolódtam a nyugdíjas csoport életébe. Most volt épp szombaton egy farsangi összejövetel, bemutató, ahova meghívtak több nyugdíjas csoportot. Nekik is segítségükre vagyok most. Egy pár dalcsokrot megtanítok velük meg, néptáncot, mert hiába, hogy öregek, de szeretnek táncolni, hát miért ne csinálnám. Amikor van anyagom, koreografált anyagom, amit zsűriztek is, és már tehát nem ilyen szedett-vedett akármi, és hát úgy gondolom, hogy hasznukra legyek még öreg fejjel is. Igen, és azt mondta az előbb, hogy azért is jött el, hogy pihenjen egy kicsit, pihen. Hát, otthoni háztartás, most pótolom be azokat a dolgokat, amiket az utóbbi időben elhagytam, de hát majd meg kell szoknom először is, nem találom a helyemet. Mindig mehetnékem van, mert mindig ilyen izgő-mozgó ember voltam, és soha nem tudtam pihenni. Amikor megszülettek a gyerekeim, akkor is mindjárt elmentem dolgozni, visszamentem tanítani. Könnyű volt, mert a szomszédban lakom, az iskola szomszédjába, szomszédságába, és így anyukám vigyázott a kicsikre, én pedig hát nyugodtan taníthattam. Akkor még élt az anyukám. És most azért egy kicsit több ideje jut az unokákra is, igaz? Hát igen. Annak ellenére, hogy két nagy unokám van, az egyik már Svájcban dolgozik bankba, ő közgazdaságit végzett. Hát a banknál tudott elhelyezkedni, és a bank kiküldte őt ilyen tanulmányi útra, és hát ott végül szerződtették két évre, most azt tölti. Közben jelentkezett az ELTE-re a jogra, felvették, de hát ugye második diplomát azt füzetni kell, és most gyűjti szegény a tandíjra a pénzt. Hát ha bár most már olyan kijelentéseket tett, hogy nem biztos, hogy haza fog jönni, mert talán megtalálta a számítását. A következő az ő húga, ő harmadéves a Corvinus Egyetemen, ő kertészmérnöknek készül. Egy kicsit távol van tőlünk, mert az egész család pedagógus, de hát ő neki ehhez volt kedve. Akkor van egy 10 éves unokám, ő 60-ban jár iskolába, az a kisebbik lányomnak a kisfia, Máté. Hát ő még nagyon kezdeti stádiumban van, még az alsó tagozatban jár, és majd nem tudjuk, hogy még hogy. Hát őt inkább a gépek érdeklik, úgyhogy majd lehet, hogy egy jó sofőr lesz belőle, hiszen az is nagyon jó elfoglaltság. Igen. Azért rajta egy kicsit ki lehet élni az unokázós nagymamáját. Hát igen, igen. Hát majd jönnek a dédunokák, úgyhogy bízom benne, hogy lesznek, még azt megérem. Így van. Nagyon jó egészséget kívánunk a továbbiakban, és élje meg a dédunokákat, ne is egyet, hanem többet. És nagyon jó munkát még az asszonykórussal, meg a többi tevékenységében. Nagyon köszönöm szépen, hogy itt járt. Köszönöm Önöknek is a megtisztelő figyelmet, várom Önöket legközelebb is. Viszontlátásra! Thank you.